Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma a második világháború 1943-as évének eseményeit fogjuk áttekinteni. Nézzük, hogy miről is lesz szó. Hát az első legfontosabb esemény az már 43. januárjában történik Észak-Afrikában, Casablancában, ahol Roosevelt és Churchill elhatározzák Szicília elfoglalását, tehát Észak-Afrikából, hogyha majd befejezik Afrika megtisztítását, akkor Olaszország irányában fog ez a haderő elindulni. Montgomery befejezi Amerika, vagyis Afrika felszabadítását, de ez azért sikerül neki, mert a németek nem kapnak utánpótlást, ötszörös a túlereje, és Rommelt pedig előtte már Hitler hazarendeli, így tehát a fővezér az nincs is az észak-afrikai csapatoknál. Na, miután ez bekövetkezik, nyáron Olaszországba egy hatalmas nagy partraszállás következik be, illetve Szicíliába, tehát 150 ezer fő egy nap alatt partra kerül, több mint 1000 repülőgép támogatása alatt, és megkezdi Szicília felszabadítását, amit igazándiból Patton tábornok és Montgomery tábornok rivalizálása fog igazán jellemezni. Patton kerül ki ebből a menetből győztesen. Erre a fasiszta nagy tanács viszont érzékelve a helyzetet, hogy itt a nácizmus egyre inkább háttérbe szorul, kivette Mussolini kezéből a hatalmat, és Mussolinit egy szigeten házi őrizetbe vette. Mussolinit majd innen egy német Otto Scorsese vezetésű kommandó kiszabadítja, és Észak-Olaszországban még létrehoznak egy apró kis olasz fasiszta bábállamot, de ez igazándiból jelentéktelen. Na most az igazi legnagyobb katonai manőver az a Szovjetunióban következik be 43. júliusában, ez lesz a Kurszki ütközet, ez volt addig a világ legnagyobb harckocsi ütközete, igazándiból itt a gépek harcáról lesz szó, több mint 2000 tank fog szembenézni egymással, tehát majdnem 2000 német és majdnem 2000 szovjet harckocsi néz szembe egymással, a hatalmas nagy légierő, tüzérség, hát itt aztán nagyon szörnyű lesz a háború. Az óceánoknál a hiába van több német tengeralattjáró, mivel a anyahajók elkezdik a konvojokat kísérni, ezért a tengeralattjárókat a repülők süllyesztik rendesen. Hát a csendes óceánon pedig továbbra is MacArthur és Nimitz versenyeznek, ki tud több japánt lelőni. És hát ott a japánoknak az lesz a fő problémája, hogy a legtehetségesebb hadvezérüket, Yamamoto tengernagy repülőjét lelövik, így tehát gyengébb kezekbe kerül az irányítás. Majd pedig az év végén, november 28-tól december 1-ig Teheránban összegyűlnek a szövetségesek, Roosevelt, Churchill, Stalin, tehát Irán területén, és három nagyon fontos egyezményt kötnek. Először is, hogy Nyugat-Európába megnyitják a második frontot, ezzel a szovjeteknek csökken majd a szovjeteken a német nyomás, hogy nyugatra tolják Lengyelországot, mert a szovjetek nem voltak hajlandók elfogadni, hogy a lengyelek 21-ben tőlük területeket hódítottak el, és ezt ők ragaszkodtak, hogy visszakapják. Igen ám, de hát a Lengyelország miatt indult el a világháború, így tehát a lengyeleket kárpótolni kell, tehát ők Németországból fognak területeket kapni. És hát még itt történt az is, hogy megígérte Sztálin, hogy ha Németországot legyőzik, akkor ő is beszáll a japán elleni háborúba, így egy enyhítve az amerikaiak veszteségeit. Na most, amit itt kifelejtettem, az Németország. Tehát Németországot folyamatosan bombázzák a szövetségesek. Itt annyi a változás, hogy a szövetségesek kifejlesztenek egy távolsági vadászrepülőgépet, ami végig tudja a bombázókat kísérni Angliától Németország szívéig és vissza. Innentől kezdve a bombázók veszteségei sokkal kisebbek, mert hogy a vadászok elég hatékonyan tudják őket védeni. Hát itt látjuk a Casablancai tanácsot,
Aztán a Kurszki ütközet legnagyobb német és legnagyobb orosz tábornokait, ugye Manstein, Klug és Hort, illetve Zsukov tábornok Rokoszovszki és Vatutyin. Itt a teheráni értekezlet, a november 28-án összeült teheráni értekezlet résztvevői, ő pedig ugye Jamató tengernagy, akit lelőnek az óceán fölött a repülőjével. Na akkor most nézzük meg filmen, illetve mielőtt filmen megnéznénk. Churchill és Roosevelt Casablanca-ban. Na most Casablanca-ban annyi történt még, hogy Algéria, ugye Észak-Afrika legnagyobb állama, francia gyarmat, itt de Gaulle vezetésével elszakadnak, és a kollaboráns francia államtól egy független francia államalakulatszerűség alakul ki, ami irányítja a francia ellenállást, és ez elég komoly súlyt ad majd de Gaulle-nak. Ez tehát még itt. Az El-Alamein ütközet, amely 1942. októberében és novemberében zajlott, döntő jelentőségű volt. Az Afrika hadtest ugyanis visszavonulásra kényszerült. A brit Montgomery tábornok elszántan és szervezetten üldözte a németeket. Rommel Nyugat-Egyiptomban és Líbiában többször próbálta rendezni a sorait és ellentámadásba lendülni, de kísérletei rendre megbuktak, így folytatnia kellett a visszavonulást. A háború újra végig söpört a líbiai sivatagon, ahol két éven át dúltak a heves csatározások. 1943 elején az Afrika hadtest kénytelen volt kivonulni a líbiai olasz gyarmatról, és brit csapatok foglalták el Tripolit, a terület fővárosát. Elszánt harcra voltak felkészülve, de a várost üresen találták. A tengely hatalmak kivonultak. Az Afrika hadtest és olasz szövetségesei az üldözők elől a szomszédos Tunéziában kerestek menedéket. A líbiai harcok lassan összeolvadtak azokkal a hadjáratokkal, amelyeket a tengelyhatalmak az Algériában és Marokkóban partra szálló angol, illetve amerikai egységek ellen indítottak. A főként amerikaiakat tömörítő haderő parancsnoka Dwight Eisenhower tábornok volt. ...1942 végén a hadseregek megindultak Tunézia felé. A szövetségesek célja az volt, hogy elfoglalják a kikötőket, és ezzel elvágják a tengelyhatalmak utánpótlási és visszavonulási vonalait. A tengelyhatalmak erőinek kettévágása lehetetlenné tette, hogy Rommel csatlakozzék a vele szövetséges csapatokhoz. Februárban az amerikaiak szembe találták magukat a zseniális Rommel egységeivel. A Kasserini csatában ugyanis a német hadvezér meglepte ellenfelét. Rommel harckocsijai olyan terepen mozogtak, amelyre az ellenség nem fordított elég figyelmet. A német támadás felkészületlenül érte az amerikaiakat, és könnyen a szövetséges csapatok megsemmisítő vereségét okozhatta volna. Olaszország óvatosságra intette Rommelt, és ezzel megakadályozta az átfogó győzelmet. Az ütközet végül nem hozott mindent eldöntő eredményt, de igencsak megtépázta az amerikai csapatok önbizalmát. A háború további részében a zsenialitás és az eltökéltség már nem volt elég a tengelyhatalmak sikeréhez. 1943 tavaszán a Kasserini csatát követően a német és az olasz csapatok végképp kimerültek, a szövetségesek pedig egyre hatékonyabban hangolták össze a légi, a szárazföldi és a tengeri erőik hadmozdulatait. A brit sivatagi légierő egyre hadhatósabban működött, a haditengerészet pedig szoros blokád alá vonta a tunéziai kikötőket. A tengelyhatalmak csapatait, amelyeknek egyre nagyobb szükségük volt az utánpótlásra és a munícióra, fokozatosan visszaszorították. Május elején Tunéziában két német páncélos hadsereg kapitulált a nyugatról és délről támadó amerikai, illetve angol csapatok előtt. Az utolsó német egységek május 13-án adták meg magukat. A súlyos beteg Rommelt visszarendelték Németországba. A tengelyhatalmak 250 ezer katonája esett hadifogságba.
No. Tehát Casablancában elhatározták az olasz front megnyitását, hát Szicíliában szállnak partra. Patton tábornok amerikai csapatai ezek a Fekete Nyilak, és Montgomery angol pedig ez. Elvileg a Montgomery a rangidős, ő a főnök, viszont a Pattont ez zavarja, és hát olyan gyorsan halad, hogy megkerüli a Montgomery-t, és ő ér el először Messinába, és ezzel tehát befejeződik a Szicília felszabadítása. No, itt az amerikai hadsereg majd elkövet egy iszonyú hibát. Mussolini-nek volt egy nagyon jó húzása, tehát egy fasiszta diktátort ritkán szoktak dicsérni, de hát én most megteszem. Tudnivék, ő az olasz maffiát egy az egybe felszámolta, rettegés volt a maffia élete, lefegyverezte őket és megszűnt a működése. Itt viszont az fog bekövetkezni, hogy amikor majd partra szállnak az amerikaiak, akkor a maffia megjelenik, mint partizán, és mondja, hogy ha ad fegyvereket, ő segít, és az amerikai hadsereg szépen felfegyverzi a maffiát, és hát azóta is köszöni szépen jól van, máig működő szervezet a szervezet bűnözés tekintetében. Na most akkor nézzük meg ezt filmen.1943 nyarán, amikor a Kurszki csata javában tombolt, Hitlernek újabb támadással kellett szembenéznie. Július 10-én az amerikai George S. Patton és a brit Bernard Montgomery vezetésével amerikai és brit csapatok szálltak partra Szicíliában. A cél az volt, hogy Olaszországot kiüssék a háborúból, minden oldalról megtámadják Németországot, és arra kényszerítsék Hitlert, hogy csökkentse az Oroszországra nehezedő nyomást. Az amerikaiak nem bíztak a partra szállás sikerében. Úgy vélték, ez is Churchill vad tervei közé tartozik. Ők inkább Európa északi részén akartak támadni. A támadást azonban egyelőre nem lehetett kivitelezni, és a szakértők úgy vélték, hogy nem lenne szerencsés, ha az Észak-Afrikában sikeres tapasztalatot szerzett katonák brit táborokban várnák a bevetést. Mondani sem kell, hogy ezt a vezetők és nem a katonák találták ki. A szicíliai támadás forgatókönyvét a háború későbbi szakaszában is megismételték. A németek megtévesztése céljából egy brit tengeralattjáróról egy tiszt holttestét a tengerbe vetették. Zsebébe olyan leveleket raktak, amelyek azt sugallták, hogy a szicíliai támadás csak elterelő hadművelet. A valódi célpont Görögország. A levelek el is jutottak a címzethez. Az amerikai és brit szárazföldi, légi és tengeri haderők összehangolt támadása gyenge ellenállásba ütközött. Olaszország domborzati viszonyai megnehezítették a páncélosok mozgását. Az olasz egységek bátortalanul védekeztek, de a németek keményen ellenálltak. A támadó egységek július végére fokozatosan visszaszorították a németeket. Szicília elfoglalása nem sok katonai előnnyel járt. A hadjáratban résztvevő német csapatokat nem az orosz frontról irányították át, és a szövetségesek közel-keleti kommunikációs vonalai, amelyeket Szicília fenyegethetett, amúgy is biztonságban voltak. Az invázió azonban alapvető politikai változásokat eredményezett Olaszországban. Az olasz vezérkar, amely sohasem fogadta el teljesen Mussolini fasizmusát, a vereség hatására meggyőződött arról, hogy Olaszországnak szövetségest kell váltania. Július 25-én letartóztatták Mussolinit, és az új olasz kormány titkos tárgyalásokat kezdett a szövetséges hatalmakkal. Szeptember elején brit csapatok szálltak partra Kalabriánál, Olaszország déli csücskén. Néhány nappal később, szeptember 8-án az olasz kormány kapitulált.
A németek ezt előre látták, és a tengely szövetségesből hamarosan megszállt ország lett. A következő napon egy brit-amerikai közös haderő szállt partra Salernónál, Nápolytól délre. A két hadművelet célja az volt, hogy átkoruló katonai akcióval elfoglalják Dél-Olaszországot. A két támadás kimenetele éles ellentétben áll egymással. A déli partra szállás alig ütközött ellenállásba és alig ha nevezhető inváziónak. Az északi támadás katasztrófával fenyegetett. A partszakaszt jól szervezett német egységek védték, és miközben feltartóztatták a partra szálló egységeket, folyamatosan érkező erősítés segítette őket. A német csapatok gyorsabban rendezték a soraikat, mint a szövetségesek. A szövetséges erők által elfoglalt repülőtereket a németek állandó tűz alatt tartották. A nácik új fegyvereket, távirányítású rakétákat vetettek be a támadást támogató hadihajók ellen. Néhány nap elteltével a brit és amerikai csapatok veszélyes helyzetbe kerültek, ezért megkezdődött az evakuálás előkészítése. Az amerikaiak ejtőernyősöket dobtak a hídfőállásra, a hadihajók újabb csapatokat hoztak Egyiptomból, a brit haditengerészek csatahajói is a helyszínre siettek, és a földközi tenger vidékén állomásozó brit légierő beszüntette a stratégiai bombázásokat, hogy támogatást nyújthasson a partra szállóknak. A délről érkező szövetséges haderők végül egyszerű számbeli fölénybe kerültek a németekkel szemben, így azok kénytelenek voltak visszavonulni. Miközben tombolt a salernói ütközet, a német elitalakulatok vakmerő akcióval kiszabadították Mussolinit, és a németek az egykori diktátort egy apró észak-itáliai báb állam vezetőjévé tették. A salernói ütközet viszonylagos sikerei azt bizonyították Hitlernek, hogy az olaszországi hadjáratot teljes elszántsággal kell végig küzdeni, és egyetlen négyzetcentiméternyi földet sem szabad feladni. Az itáliai félszigeten végigvonuló hadjárat hosszú anyagháborúvá vált. A szövetségesek kénytelenek voltak frontális támadásokat indítani a kiépített német állások ellen. A körülmények ilyen alakulása révén a brit és amerikai haderő létszáma körülbelül megfelelt a németekének. A szövetségesek előnye csupán a légi fölényre korlátozódott. A német csapatok a náci hadsereg legjobban kiképzett egységei közé tartoztak, és a sziklás hegyoldalakon kiépített állások nehéz célpontot jelentettek a légierőnek. Mivel a németek csupán védekeztek, a csapatoknak nem kellett mozogniuk, így nem küzdöttek üzemanyaghiánnyal. No, erről volt szó a filmben. Otto Scorsese, egy német alezredes, SS alezredes, ő lesz a német kommandó vezetője. Szinte lehetetlen körülmények között légi úton megszállta azt a pici kis szigetet, tehát itt tizenvalahány emberrel, és elrabolta Mussolinit, aki Észak-Olaszországban egy pici fasiszta kis bábállam élére került, és mindenkit kivégeztetett, aki ellene szavazott, többek között a vejét, Ciano grófot is, tehát a lánya férjét is. Hát elég csúnya történet. Itt van a elit kommandó, aki ezt a hadtörténeti bravúrt végre tudta hajtani. Hát hiába nácik, azért ezt el kell ismerni, ha valami nagyon komolyan csinálnak. Na, Jugoszlávia létrejöttének egyik eleme. Tehát, itt van Tito, aki a jugoszláv partizánoknak volt a vezetője, és amikor Olaszországban megrendült a fasizmus, akkor ő a Balkánon lévő olasz, tehát Triest felé olasz haderőt lefegyverzett, és ebből egy 250 ezer fős partizán alakulatot állított föl, tehát azok komoly hadseregeknek minősülnek, és ezzel folyamatosan nagy német erőket kötött le, ezzel nagy érdemeket szerzett, az angolok támogatását élvezte. Hát Németország bombázásáról most nézzünk meg egy-két részletet.
A duzzasztó gátak elleni támadás nem a brit légierő alapvető taktikáját követte. 1943-ban az éjszakai brit légitámadások még intenzívebbé váltak. A sötétben és magasan repülő brit gépek szőnyegbombázást végeztek. A célpontjaik nem bizonyos épületek, hanem egész városrészek vagy városok voltak. A bombák tulajdonképpen a civil lakosságot vették célba. 1943. júliusának végén több mint 3000 brit bombázó támadta meg Hamburg városát, melyben kitört az első ember által okozott tűzvihar. A szüntelen bombázás és az időjárási viszonyok hatására a különálló tűzfészkek egyetlen pokoli tűzviharrá terebélyesedtek. A hőmérsékletváltozás hatására hurrikán erejű szélvihar támadt, és 22 négyzetkilométeres körzetben a hőmérséklet elérte a 800 Celsius fokot. Mintegy 45 ezer ember égett el vagy fulladt meg a támadás során. Az arányok felmérése érdekében érdemes megjegyezni, hogy a Nagy-Britannia elleni német támadások során 6 év alatt körülbelül 60 ezer civil vesztette életét. Az Egyesült Államok légiereje inkább nappali támadásokat intézett stratégiai fontosságú célpontok ellen. Az amerikai légierő szövetséges vadászrepülők támogatásával először francia célpontok ellen hajtotta végre ezeket a sebészi pontosságú támadásokat. 1943 nyarán az amerikai légierő Németország belsejében lévő célpontok ellen intézett támadásokat. Az amerikai és brit bombázók legénységének nagy bátorságra volt szüksége, hiszen alig akadt ennél merészebb vállalkozás a háború történetében. A bevetéseken résztvevőknek csaknem fele sohasem tért haza. A német légierő hatékonyságát növelte a radarral irányított légvédelmi rendszer. A Luftwaffe tökéletesítette a vadászrepülők taktikáját, és a német vadászgépek legalább olyan veszélyesek voltak a kísérő nélküli bombázókra, mint a brit Hurricane és Spitfire gépek az angliai csatában. A támadók jelentős veszteségeket szenvedtek. Amikor 1943 őszén a brit légierő megindította a Berlin elleni támadásokat, alig 5 hónap alatt a teljes haderejének több mint a felét elveszítette. Az amerikaiak eközben olyan súlyos veszteségeket szenvedtek, hogy be kellett szüntetniük a bombatámadásokat. Csupán az országok ipari teljesítménye tette lehetővé, hogy a légierők fenntartsák a támadásokat. A stratégiai bombatámadások a teljes brit háborús kiadásoknak majdnem a felét tették ki. Néhány szakértő szerint az 1943-as támadás sorozat többe került Amerikának és Nagy-Britanniának, mint amennyi veszteséget okozott a németeknek. A borzalmas hamburgi támadást követően a város termelése alig 5 hónap alatt elérte az eredeti 80%-át. Már a háború során megindultak a viták a stratégiai bombázások katonai értékéről és erkölcsi megítéléséről. A civilek elleni támadások mindmáig heves érzelmeket váltanak ki a szakértőkből és a nagy közönségből egyaránt. Sokak szerint a brit támadás sorozat kitervelője, Arthur Harris Marshall, úgymond kegyetlen háborús bűnös. A háború összefüggés rendszerében azonban a támadások mintegy 1 millió német civil áldozatát a több millió egyéb áldozattal összevetve kell értékelni. Hát az atlanti csata, ugye a konvojok és a tenger alatt járók csatája. Hát nézzük meg, hogy hogy alakul 43-ban. 1943 tavaszán az atlanti óceáni front kiteljesedett.
Folytatódott a német tengeralattjárók és a brit, amerikai, valamint kanadai haditengerészet közötti küzdelem, amely kisebb-nagyobb intenzitással tombolva végigkísérte a II. Világháborút, és mindkét félnek hozott győzelmeket és veszteségeket egyaránt. A németek legfőbb célja az volt, hogy megbénítsák a szövetségesek számára létfontosságú tengeri kereskedelmet. Szállítóhajókból álló konvojok szelték az óceánt állandóan támadásoktól rettegve. A német tenger alatt járók matrózai tisztában voltak azzal, hogy milyen veszélyes küldetésben vesznek részt. Az Atlanti-óceáni front küzdelmeinek kimenetele elsősorban az országok ipari teljesítményén múlott. Attól, hogy mennyi utánpótlásnak kell keresztül jutnia az óceánon. Hogy a britek meddig tudják szorítani a nadrágszíjukat. Hogy hány darab kereskedő és hadihajó süllyedhet el. És hogy az egyes országok milyen sebességgel képesek pótolni a veszteségeket. ...1943 tavaszán a képlet még bonyolultabbá vált. Nyilvánvaló lett ugyanis, hogy az orosz hómezőkön és a sivatagi homokban küzdő katonák ugyanazt a háborút vívják, mint a tengerészek. A brit és amerikai csapatok támadása Észak-Afrikában és a Csendes-óceáni térségben, valamint az orosz hadigépezet támogatása jelentősen megosztotta a szövetséges haderőt. Az észak-afrikai partraszálláshoz megfelelő utánpótlásra volt szükség. Több hajó volt a tengeren, csökkent a konvojok mérete, és a szövetségesek kénytelenek voltak egy útvonalra koncentrálni a forgalmukat. Mindez megkönnyítette a német tenger alatt járók dolgát. Amikor 1943 tavaszán a németek váratlanul növelni tudták tenger alatt járóik számát, és ezért veszélyes mennyiségű szállítóhajót süllyeszthettek el, akkor a szövetségesek komoly bajba kerültek. A kezdeményezés azonban továbbra is a szövetséges hatalmak kezében volt. Januárban az Atlanti-óceáni veszteségek miatt a szövetséges stratégiai tervezők különös hangsúlyt fektettek a tengeralattjárók elleni hadviselésre. Különleges, nagy hatótávolságú repülőgépeket alkalmaztak, és a konvojok mellé repülőgéphordozókat rendeltek. A brit és az amerikai haderő döntésre akarta vinni a dolgot az Atlanti-óceáni hadszíntéren, és a szakértők kiszámolták, hogy két kereskedőhajónként egy tenger alatt járó elsüllyesztésével megtörhetik a német haditengerészet erejét. Már májusra a veszteségek minden korábbinál nagyobbra nőttek. Több mint 100 német tenger alatt járót sikerült elsüllyeszteniük, ám ennek hatására a németek visszavonták a megmaradt hajóikat. A szövetségesek újabb győzelme egyenértékű volt a sztálingrádi vagy a Midway-szigeteki sikerrel. No hát akkor nézzük meg a világháború legnagyobb harckocsi ütközetét. A helyzet az, hogy a keleti fronton volt itt Kurszk környékén egy ilyen kiszögellés, egy ilyen 80 kilométeres kiszögellés, amit Hitler le akart innen nyersni, hogy rövidebb legyen az arcvonal, ezért hát itt ide tervezte a főtámadást. Igazán túl nagy értelme nem volt neki, mert nagy stratégiai előnyhöz nem jutatta, viszont az oroszok tudták, hogy ide várható a támadás, és itt 4 védelmi gyűrűt építettek ki közel 1 millió katonával, irdatlan mennyiségű hadianyaggal, és hát ugye minden hónapban irdatlan mennyiségű harckocsit, ágyút, repülőt termel a szovjet ipar az Urálon túl, hát azok itt meg lettek mutatva. Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan is. A németek a keleti frontra összpontosították figyelmüket. 1943. januárjában a sztálingrádi vereség megrázta Hitlert, bár a küzdelem a szovjet csapatokat is kimerítette. A sztálingrádi sikert követő orosz hadműveleteket a németek sorra visszaverték. A német parancsnokok tudták, ha valóban győzni akarnak, még azelőtt támadásba kell lendülniük, mielőtt a szovjetek megerősítik soraikat.
kidolgoztak egy tervet a szovjet csapatok legyőzésére. A célpont a két hadsereget elválasztó vonal kiszögellésében lévő Kurszk volt. Ez volt Németország utolsó esélye a keleti fronton. A szovjetek felismerték a támadás veszélyét és jelentős erőket csoportosítottak a térségbe. Az orosz nehéztüzérség jól kiépített állásokban várta a támadást. 1943. július 5-én megindult a német hadművelet. A Kurszki csata a világtörténelem legnagyobb páncélos ütközete. 3400 orosz tank várta a 2400 német harckocsit. 10 napig tombolt a páratlan küzdelem. A több ezer harckocsi átláthatatlan kavalkádban küzdött egymással. A németek közel álltak a győzelemhez, de túlságosan nagyok voltak a veszteségeik, és a náci haderő kimerült. A német páncélos haderő negyedére csökkent. Az utolsó offenzívában a német harckocsizó egységek szinte megsemmisültek. A Kurszki csatában a német hadsereg akkora veszteségeket szenvedett, hogy ezt követően a német haderő soha többé nem tudta átvenni a kezdeményezést. Hitler parancsot adott, hogy a német hadsereg vonuljon vissza a keleti falnak nevezett különleges védelmi vonal mögé. Mivel azonban nem volt elegendő nyersanyag az építkezéshez, a keleti fal jelentős része csupán a térképeken létezett. Az orosz erők mind anyagi, mind emberéletben nagy árat fizettek a győzelemért. Ennek ellenére a folyamatos sorozásoknak köszönhetően a szovjet erők számbeli fölénye tovább nőtt. A nyár végén a szovjet hadsereg megállt, rendezte sorait, és a vezetők kidolgozták az orosz katonáknak jóval kedvezőbb téli hadjárat terveit. Amikor októberben és novemberben beálltak az első fagyok, az orosz hadsereg a frontvonal teljes hosszán megindította a támadásokat. A kezdeményezés az oroszok kezében volt. A hatalmas fölényben lévő vörös hadsereg ott támadott, ahol akart, és ahol az ellenség a leggyengébbnek mutatkozott. A következő hónapokban az orosz hadsereg a jó ökölvívóhoz hasonlóan felváltva támadott jobbról és balról, és egyre hátrább szorította az ellenséget. A német hadsereg Hitler parancsát követve elszántan védekezett. E stratégiának köszönhetően a német egységek egymás után kerültek veszélyes helyzetbe. Az oroszok három irányból támadták őket, és gyakran sikerült sarokba szorítaniuk, majd bekerülni. Nézzük meg egy másik filmen is. Ez annyira fontos. ...1943. július 12-e. Hetedik napja folyik a Kurszki csata és a Citadella hadművelet. Hitler utolsó kísérlete a keleti front irányítására a Prohorovka melletti mezőn a véres végkifejlethez közeledik. Az SS páncélgránátos hadosztályok 300 és a Vörös Hadsereg 500 tankja csap össze szemtől szembe egy 5x7 kilométeres csatamezőn. Ez minden idők legnagyobb koncentrált páncélos tűzereje, ahol a felek a halálukig küzdenek. Az SS elit harckocsi egységei véres ütközetre számítottak, de ilyen hadviselést még egyikük sem látott. Nem készítették fel őket az előttük álló vérfürdőre. A szovjetek a T-34-esek sebességét és mozgékonyságát kihasználva szemből rontanak rá a németekre. Mintha két bika rontott volna egymásnak. Egymásnak.
A szándékos ütközések során mindkét tank mozgásképtelenné válik, de nem fenyeget többé a Tigris 88 mm-es ágyúja. A németek ilyennel még nem találkoztak. A Vörös Hadsereg most először alkalmazza a saját taktikáját. Egy óra van Alkonyatig. Aki ma nyer a csatamezőn, azé lesz Kurszk. A vérfürdőben a németek úgy érzik, hogy karnyújtásnyira vannak a győzelemtől. Egyre biztosabbak voltunk abban, hogy sikerül. Mondok én maguknak valamit. Nem féltünk. Egyre csak támadtunk és támadtunk. Az SS könyörtelenül nyomul előre a tűzesőben. A szovjet tankhadosztályokat majdnem Prohorovka határáig szorítják vissza. A szovjetek soraiban eluralkodik a pánik. A vonalaink felbomlottak, a zászlóaljaink szétestek, a hadseregünk hátrált. Egészen az 5. hadseregig szorultunk vissza. A Vörös Hadsereg tábornokai nem adják fel. Egyre nagyobb számú T-34-est küldenek a csatába. Nem számít, hogy a németek mennyit pusztítanak el, egyre több és több tűnik fel, hogy átvegyék a helyüket. Rudolf von Ribbentrop nem bír a szovjet T-34-esek áradatával. Ezen a ponton, aki megállt, azt biztosan elpusztították az orosz tankok. Tőlem 30 méterrel jobbra hirtelen megállt egy T-34-es. Láttam, hogy szilárdan áll a futóművén és felén fordítja a tornyát. Farkasszemet néztem az ágyúcsővel. Tapos bele, üvöltöttem a mikrofonba. És a vezető sebességbe kapcsolt. Elmentünk a T-34-es mellett. Az orosz megpróbálta utánunk fordítani a tornyot, de képtelen volt rá. 10 méterrel az álló T-34-es mögött álltunk meg, és ráfordultunk. A tüzérem telibe találta az oroszok tornyát. A T-34-es felrobbant. A tornya 3 méter magasra repült, és majdnem eltalálta a mi ágyunkat. Eközben újabb T-34-esek rontottak ránk. A nap végére, 11 órányi mészárlás követően egyik fél sem tudott területet szerezni. A felek ugyanott állnak, ahol elkezdték. Egyikük sem uralja a csatamezőt, és Prohorovkát lángoló harckocsi roncsok borítják. A harcmező egyetlen hatalmas harckocsi és sok más jármű temetőjének tűnt. A mezőn, a vízmosásokban, az erdők szélén százával hevertek a megsérült német és szovjet tankok. Kurszknál a német villámháború a keleti fronton falba ütközött. A heves szovjet ellenállás miatt Hitler egyetlen egysége sem jutott el a célpontjához. Kurszk sértetlen maradt. A veszteségek iszonyatosak. A Citadella hadműveletben 80 ezer ember és közel 3 ezer tank pusztul el. A szovjetek feltartóztatták a németeket, és ezzel a Vörös Hadsereg fényes győzelmet arat. Másnap a dél-olaszországi szövetséges invázió hírére Hitler leállítja a Citadella hadműveletet, és attól kezdve két fronton kell harcolni. Hát pár szót a orosz hadseregről. Az orosz hadsereg az 3 osztatú volt. Az elején mentek az elitgárda hadosztályok.
Ezeknek nagyon jó volt a felszerelésük, tehát jó harckocsik, ilyen rakétasorozatvetők, ezeket úgy hívjuk, hogy katyúsák, rakétából rengeteget lő ki nagyon gyorsan, iszonyú pusztítást tud végezni, és tüzérség. Ők voltak azok, akik az ellenséges arcvonalon való rést nyitottak, és azon keresztül jött a második hullám, ez viszont a, hát nevezzük őket ázsiai barbár hordáknak. Ezek olyan embertömeg, aki gyakorlatilag utánpótlást csak lőszerből kapott, tehát se ruha, se élelem, semmi. Tehát ha ő meg akart élni, ő csak rablásból tudta föntartani magát. Hát ők azok, akik a legtöbb erőszakot követik el a háborúba, asszonyokat erőszakolnak meg, meg sok mindent kiirtanak. És ez a második hullám, után jön a harmadik hullám, ami szintén egy elit fegyvernem, ez pedig az orosz katonai rendőrség, aki szépen hajtja előre a gyalogságot, és ahol bestiális kegyetlenséget tapasztal, ott kivégzi a helybe, ott lelövik azokat az orosz katonákat, akik ez köthető. Tehát ez az a három hullámú hadsereg, ami Berlinig fog majd menni. Na nézzük a távol-keleten a csendes óceáni hadműveleteknél, ugye Yamamoto tengernagyot le fogják lőni. Azok a megszállt területek váltak az 1943-ban indított támadás sorozat legfontosabb célpontjaivá, amelyeket a japánok 1942 első hónapjaiban foglaltak el. A szövetséges erők célja az volt, hogy szigetről szigetre, szigetcsoportról szigetcsoportra szorítsák vissza a japánokat. A szövetséges hatalmak így akarták csökkenteni a japán uralom alatt álló területek kiterjedését, hogy később kellő távolságból végre stratégiai bombatámadásokat indíthassanak a japán szigetek ellen. A szövetségesek két fronton támadtak. Délen Douglas MacArthur tábornok vette célba a csendes óceán nagyobb szigeteit. Amikor elfoglaltak egy-egy újabb szigetet, légitámaszpontot létesítettek rajta, és így sikerült blokkád alá vonniuk a környező japán erődöket, amelyek légi úton kapták az utánpótlást. A japánok megértették a szövetségesek taktikáját, és bár nem tudtak ellentámadásba lendülni, mindent megtettek a kezükben lévő szigetek megerősítéséért. 1943. márciusában, a Bismarck-szigeteki csatában az Egyesült Államok légiereje egy egész japán hadosztályt semmisített meg, amikor váratlanul megtámadott egy tengeri szállítókonvojt. Ban az amerikai és ausztrál erők egy része azért küzdött, hogy a japánokat kiszorítsa Új-Guineából, ahonnan azok meg akarták támadni Ausztráliát. Az új-guineai csatákban a katonák borzasztó körülmények között harcoltak. A felszereléseket kézben kellett cipelniük a nehezen járható hegyi ösvényeken, melyek talaját a trópusi esők valóságos sártengerré változtatták. Az utánpótlás vagy légi úton, vagy a japánokkal szemben álló őslakosok segítségével érkezett. Az éhezés mindkét oldalon súlyos gondokat okozott. A japán egységek tagjai a túlélés érdekében időnként a kannibalizmustól sem riadtak vissza. Az új-guineai front legveszélyesebb gyilkosa mégis a malária volt, amely az éhezéssel együtt számtalan áldozatot szedett mindkét oldalon. A leghevesebb harcokat a dzsungelt átszelő ösvények mentén vívták, mivel mindkét oldal fontosnak tartotta az erdei utak megszerzését.
A katonák állandó rettegésben éltek, hogy mikor éri őket támadás a sűrű bozótból. Aki egyszer letért az erdélyi ösvényről, az alig talált vissza a társaihoz. 1943. augusztusában változott a helyzet, mivel a szövetséges erőknek egy váratlan támadással sikerült megsemmisíteniük az új-guineai japán légierőt. Attól kezdve a légi fölény és az elcsípett japán üzenetek révén a kezdeményezés az amerikai és ausztrál erők kezébe került. A japánokat az új-guineai dzsungel mélyébe szorították, és ott azok elkeseredett ellenállásba kezdtek. MacArthur csapataitól északra az amerikai haditengerészet forradalmian új módszereivel jelentős sikereket ért el. A déli támadások alig 100 kilométeres csapatmozgással jártak, és inkább nagyobb földterületek közötti ugrásnak minősültek. Az ehhez hasonló partraszállások nem számítottak újdonságnak a hadtörténelemben, és a látványos haderődemonstrációt a Római Birodalom hadserege is megirigyelhette volna. A szövetségesek ipari teljesítménye lehetővé tette az efféle felvonulásokat. Pearl Harbor után az amerikai haditengerészet gyorsan pótolta a veszteségeket, és létrehozta az egyik legmodernebb repülőgép hordozó flottát. Ez a haderő lehetővé tette az amerikaiaknak, hogy nekilássanak a távoli csendes óceáni szigetek visszafoglalásának. A japán haderő mindenütt számbeli kisebbségbe került, és az amerikaiak minden korábbinál közelebb jutottak a japán szigetekhez. És hát elérkeztünk az évvégi nagy eseményhez, a teheráni konferenciához, ahol is tehát még egyszer három dolog történt. Elhatározták az Overlord hadműveletet, egyébként ez azt jelenti, hogy Hubert úr, ami ugye Angliából a franciaországi nagy partraszállás, aztán Lengyelország nyugattartolását és a Szovjetunió belépését Japán ellen, hogyha Németországot legyőzték. És gyakorlatilag itt nagyon összefort ez a szövetség, tehát az egymással szembeni bizalmatlanság az nagyon csökkent. 1943 őszén a szövetséges hatalmak vezetői első alkalommal találkoztak Teheránban. Nagy-Britannia és Amerika egyetértett abban, hogy a Franciaország elleni támadást a következő évre időzítik. Sztálin beleegyezett, hogy a Szovjetunió ugyanakkor offenzívát indít a keleti fronton. Született egy íratlan, szigorúan titkos megállapodás, amely szerint, ha sikerül megnyerni a Németország elleni háborút, a Szovjetunió megtámadja Japánt. Hát köszönöm a figyelmet, ennyi volt a mai anyag.